Dolgoznak a szorgos kezek, készülnek a képek a Medgyessy Ferenc Művészeti Szakgimnázium stúdiójában. Itt 4 és 5 éves képzőművészeti képzésben is részt vehetnek a festői vénával rendelkező fiatalok. Szilágyi Lili tavaly érettségizett, idén az 5. szakmai évét tölti a Medgyessyben. Leginkább azt szeretem a festészetben, hogy teljesen kikapcsol és szabaddá tesz. És általában így az egész napom azzal telik, hogy gondolkodok, meg így jár az agyamba mindenféle gondolat, és mikor elérkezik az a pillanat, hogy én festek, akkor egyszer csak így kikapcsolok, és 2 óra múlva arra eszmélek rá, hogy eltelt úgy 2 óra, hogy nem gondoltam semmire, csak egy valamivel foglalkoztam. Míg Lili tervező grafikusként szeretne tovább tanulni, addig a szintén 5. éves Gardja Krisztina festészet és művészettörténet tanár szeretne majd lenni. Mégis van a diákok között egy közös pont, a festészet szeretete. Amikor akvarell festékkel festek, azt azért szeretem, mert nagyon jól lehet vele foltszerűen dolgozni, és nagyon szeretem, ahogy összemosódnak a foltok, mert az számomra egyfajta ilyen érzelem kifejezés, olyanok, mint az érzelmek, vagyis minden szín ehhez lehet egyfajta érzelmet társítani. Arról, hogy kívülállóként hogyan is lehet elképzelni egy ilyen művészeti képzést, Szabó Károly, a Medgyessy Ferenc Gimnázium művésztanára mesélt stábunknak. Alapvetően vannak olyan szakmai kérdések, fortélyok, szakmai tudások, amiket meg kell tanítani nekik. Rajzolási alapokat, festészeti alapokat, anyagtan, technikai kérdéseket, és ugye ezeket próbáljuk meg feladatokon keresztül úgymond megismertetni velük, megtanítani velük. Az órákon gyakran egy tematika szerint kell dolgozniuk a diákoknak. Ezek van, hogy már egyetlen tanórán elkészülnek, de akad olyan is, amikor projektszerűen akár hetekig is dolgoznak a képeken. Aznap, amikor a stábunk a művészeti órán járt, éppen a fél év zárási úgynevezett teregetés zajlott. Itt általában próbáljuk őket rávenni, hogy próbálják megfogalmazni, mi az, amivel foglalkoznak. Próbálják elmondani, hogy honnan jöttek, hogy érzik ebbe az adott időszakba, mi az, amiben esetleg erősödtek, mi az, amiben gyengébbek lettek, és hogy milyen céljaik fogalmazódtak meg. De mennyire fontos a tehetség ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy ilyen művészeti képzésen? Az, hogy a tehetségre támaszkodunk, az körülbelül egy olyan 14 éves korig számomra hiteles és elfogadható. Én azt gondolom, onnantól kezdve ténylegesen a munka, a kitartás és az érdeklődés sokkal fontosabb. Innen már inkább az a lényeg, hogy el tudjon benne mélyülni, föl tudja dolgozni az esetleges problémákat, kérdéseket, kudarcokat, legyen ereje tovább lépni, és ténylegesen akarjon is ebbe tovább lépni. A fiatalokat kiállításokkal is motiválják, az MFG Galéria mostani tárlatának darabjait is mind diákok készítették, a testkép témakörét végigjárva. Itt több mint 60 munka látható, olajt festmények, akrillal készült képek és tencilek is színesítik a repertoárt. A tematikus kiállítások célja, hogy kiszakítsa a diákokat a műhely hangulatból, és az elkészült művek új olvasatát fedezzék fel, ismerjék meg.